Legyen szó mosószerről, üdítőről, csokoládéról, valószínűleg sokan találkoztak már azzal, akár külföldi útjuk során is, hogy azonos márka termékeit vásárolták, mégis eltérő volt az íze, a minősége, vagy akár az összetevői. Sok éve okozott ez megoldatlan problémát a fogyasztók, a fogyasztóvédők és a gyártók között. A szabályozás nem egyszerű, hiszen az unión belül is minden országnak vannak előírásai, amelyeket a gyártóknak be kell tartania, és ezek is okozhatják a különbségeket. Egy egységes szabályozás azonban most véget vethet ennek az eltérésnek. Ugye a kettős minőség jelensége már régóta foglalkoztatja az embereket, mert valószínű, hogy sokan tapasztalták azt, akár saját bőrükön is, hogy azonos márka nevű terméket vettek más-más országban, Európában, és eltérő minőséggel találkoztak. Ugye ezt Magyarország is érzékelte, illetve a kormányzat, ezért még 2017-ben előjárói voltunk az Európai Unióban annak, hogy szülessen egy megfelelő szabályozás arra vonatkozóan, hogy a termékek kettős minőségének a jelensége megszűnjön, hiszen elfogadhatatlan az, hogy megkülönböztetik a fogyasztókat, az állampolgárokat a tekintetben, hogy egyes országokban különböző minőségű termékeket tudnak megvásárolni azonos márkanévvel vagy azonos csomagolással. És ezzel megtévesztik a fogyasztókat, és a fogyasztók megtévesztése tulajdonképpen egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Természetesen nem minden esetben mondható ki a megtévesztés. Élelmiszerek esetében például tagállamonként lehetnek eltérő előírások adott termékekre. Ilyen lehet például hazánkban a sótartalom, vagy meghatározó lehet a szezonalitás is. Amennyiben eltérés van, ilyen esetben, tehát a jogszabály miatt például, vagy más objektív tényezők miatt, arról is tájékoztatni kell a vásárlót előzetesen, tehát tudnia kell majd róla, hogy ez a termék más, mint a többi tagállamban. Ezért és ezért. Itt ugye a kereskedőknek szabad keze van a tekintetben, hogy milyen módon tájékoztatják majd a fogyasztókat, de fontos tudni, hogy kell a tájékoztatás. Ugye az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai irányítója a fogyasztóvédelmi hatóságnak, és ez a fogyasztóvédelmi hatóság a nem élelmiszer típusú termékekért felel, tehát mi a különböző háztartás, megyipari, illetve kozmetikai termékeknek a kettős minőségét fogjuk vizsgálni, és a fogyasztóvédelmi hatóság majd abban jár el tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként. 2022. május 28-tól kapja meg egyébként a hatóság ezt a hatáskört, méghozzá azért, mert az említett uniós irányelv ekkortól alkalmazandó. És ugye az élelmiszerek tekintetében pedig az Agrárminisztérium, illetve a NÉB is érintett. A jogalkotás már Magyarországon is kezdetét vette, hiszen októberben benyújtották a törvénymódosítást, amely elkezdi a jogharmonizációs folyamatot. Nem kell azonban 2022 közepéig várni, hiszen a szakminisztérium vegyipari laborjában már szeptemberben közel 400 termékminta érkezett Németországból, Olaszországból és Ausztriából. Tehát az összehasonlító laborvizsgálatok már megkezdődtek. Ezek a vizsgálatok a termék összetételére, jellemzőire, csomagolására irányulnak.